A tartós meleg még a makegészségesek szervezetét is megviseli. A folyadék és sóvesztésnek fáradékonyság és vérnyomás csökkenés lehet a következménye. Ezt és egyéb ártalmakat elkerülendő sok vizet, folyadékot kell fogyasztani. A szabadban dolgozók fokozott veszélynek vannak kitéve, ezért a kormány javaslata szerint 36 fokot meghaladó forróságban 11 órától 16 óráig szüneteltetniük kellene a munkát. Az Újvidéki Pútvállalat munkásainak pedig mától 15 óráig tart a munkanapuk. Ásványvizet kapunk, szokokat kapunk, most annyi, hogy az mégis van kicsit bővítve, mondjuk a forróság véget. Úgyhogy dolgozni muszáj, valahogy törekszünk, úgyhogy... Én a 30 stepen éjszakos. 30 fokos melegben is nagyon nehéz dolgozni. Nem kell megvárnunk a 40 fokos hőséget ahhoz, hogy lerövidítsék a munkaidőnket. Hogyan viselik el a trópusi hőséget azok, akik nem tartózkodhatnak folyóvíz közelben? Újvidéken az új szabadtéri úszoda beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen naponta több mint 1200 belépőjegyet adnak el. A látogatók meg vannak elégedve a medencével és a vízhőmérsékletével, de sokan hiányolják a zöld területet és az árnyékot. Jó itt, de lehetne jobb is, ha nagyobb lenne a medence és kisebb a tömeg. Itt vagyok a barátaimmal, nagyon jó minden, és az idő is kitűnő. Hallottam, hogy erős az UV-sugárzás, de mégis eljöttem. Élvezem a vizet, minden nap itt vagyok. A belépőjegy 220 dinárba kerül felnőttek, és 150 dinárba gyermekek számára.